A teljesség igénye nélkül ovis futás, iskolai futam, családi verseny, pici maraton és félmaraton versenyszám szerepel a Fut az Üllő május 1-i programjában. Az 500 induló között mintegy 100 óvodás is feltűnt az új piac területén megrendezett, és évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sporteseményen. A résztvevőket a város alpolgármestere köszöntötte. Szeretettel köszöntöm a résztvevőket ezen a mai napon. Reméljük, hogy az idő is jó lesz, mint ahogy megjósolták. Érezze magát mindenki jól, sérülésmentes versenyzést kívánok. Nem az a lényeg, hogy mindenki nyerjen, hanem minél többet mozogjunk, és minél egészségesebben éljünk. A kicsiknek is nem soká indul a verseny, remélem, hogy itt vannak már annyian, hogy el lehet indítani majd a versenyt. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai nap! A verseny bemelegítése kezdődött, ezt az egyik támogató, az Üllői Konditerem edzői vezényelték le igazán jó hangulatban. Majd a futók beálltak a rajtvonalhoz, a műsorvezető még egy kicsit motiválta a mezőnyt, majd el is rajtoltatta őket. És egytől indul mindenki. Nem érzik, hogy minden lennéket, hangosan számoljuk a kicsiknek majd, jó? És akkor mondom is hangosan. Három, hangosan mindenki, három, kettő, egy, start! Óra 30 perckor a 7 kilométeres mini maraton, a 14 kilométeres kicsi maraton, a 21 kilométeres félmaraton és a 21 kilométeres félmaraton váltó is elrajtolt. A start előtt a térség országgyűlési képviselője is megfogalmazta jó tanácsait. Mindenki vigyázzon a másikra, meg arra, hogy sérülés nélkül le tudjuk a távot. Én sok sikert és jó eredményt kívánok mindenkinek. A futás egy olyan sport, ahol elsősorban saját magunkat kell legyőzni, tehát mindenki győztes lesz ezen a napon. Sok sikert, jó egészséget és jó futást kívánok mindenkinek. A rajt pillanatai előtt a műsorvezető számolta vissza a másodperceket. 3, 2, 1, start! Sok sikert mindenkinek a futamhoz! És lehet a zene? Mennyien vagytok? Nagyon jó! Szép létszámmal vagyunk, szép léptán vagyunk. A különböző távok teljesítése utáni célba érkezést követően a főszervező kameránk előtt értékelte a sporteseményt. Nagy Róbert! Az elmúlt két évben kicsit döcögös volt, ugye két évvel ezelőtt virtuális volt, tavaly pedig szeptemberben tettük át ezt a rendezvényt, és most újra a majális keretein belül futott Üllő, és szinte az egész ország. Tehát itt a várakozásokon felül az 500 indulós számot elértük. Volt egy sétálós mezőnyük, akik pluszba jöttek, és az 500-on felül pedig kb. 100 darab óvodásunk is rohangált itt a pályaszakaszokon. Van esetleg valami változás az elmúlt évekhez képest, akár kategóriában, akár versenyszámokban? Annyi változás történt, amit meg is akarunk tartani, tehát igazából a helyszínen kicsit változtattunk. Most egy gyönyörű piac területére hoztuk át a maga versenyünket, és nagyon úgy néz ki, be is válik, tehát innentől nem költözünk el. Kategóriában pedig még csináltunk egy kicsit rövidebb távot, lett egy 3,5 kilométeres pici maratonunk, illetve aki a 21 kilométert még nem merte bevállalni, 14 kilométeren is megmérettethette magát. Mit kaptak a versenyzők? Ó, azt nehéz így felsorolni, tehát igazából célba érkező érmet mindenki kapott egyértelműen. Azon kívül nagyon sok támogatónk volt, akik olyan vagy anyagi, vagy tárgyi támogatással támogatták a rendezvényt, és a célba érkezésnél pedig az ő termékeiket osztogattuk szét, ebbe volt csokoládé, különböző tollak, ajándéktárgyak, tehát tényleg minden. Azt tudni kell, hogy a sorszámok alatt van egy chip, tehát mindenkiről pontosan tudják, mikor indult, mikor érkezett, mennyi távot futott. Így van, tehát minden rajtszám be van csippelve, és most a idejében ennyibe újított még a jól bevált időmérő csapatunk, hogy egy QR kóddal is ellátta a rajtszámot, ami azt jelenti, hogy beérkezés után egy ember kifújta magát, azonnal a telefonjával meg tudta nézni a saját eredményét is. Nem csak az, hogy beérkezett, hanem akár kategóriába, akár teljesen, tehát egész csapat, egész összes futó között milyen eredményt ért el.
Az elmúlt évekhez képest maguk a versenytávoknak a kijelölése az változott-e, vagy esetleg könnyítettek, nehezítettek rajta? A versenytávok maradtak, tehát ugyanazokon a helyszíneken futottunk, a távolságok változtak, ezek nagyon jól beváltak, tehát csak olyan visszajelzéseket kapok róla, hogy nagyon pozitívan, tehát hogy ez egy nagyon jó kitalált helyszínek, nagyon jól lebiztosítható és nagyon jól lebiztosított helyszínek. Ugye ez egy aszfaltos verseny, amiben becsempésztünk egy közel 800 méteres erdei szakaszt, és hangulatos erdei szakaszt, amivel mindenki teljesen meg van elégedve. Hatalmas munka, nagyon sok ember munkája, összehangolt munkája. Kik voltak a háttérben? Ezt így. Ha név szerint sorolnám föl, akkor holnap után is itt lennénk. Tehát a Üllőváros önkormányzatának a dolgozói, akár kolléganők, kollégák, akár a városüzemeltetéstől nagyon sokan, mint munkát láttak el ezen a napon. Ezen kívül 20-30 olyan önkéntes volt, akik a versenyhelyszínen, akár regisztrációnál, akár a célba érkezésnél, frissítőpontokon segítkezett. És akkor még a polgárőröket, rendőröket, közterületfelügyelőket, akik közel 40-en, 50-en kinn a pálya szélén, pálya mellett biztosították azt, hogy mi jól érezzük magunkat a pályán. Tehát számot mondanék, akkor 70-80 embernek a munkája az egész délelőtt. Jövőre fut az Üllő? Jövőre fut az Üllő, és úgy néz ki, hogy már lehet, hogy jövő héten el kell kezdeni szervezni, mert az elmúlt egy pár hónap az egy nagyon kemény munka volt ezzel kapcsolatban, és nagyon sok. Tehát, hogyha ezt föl akarjuk múlni, ami most tényleg fantasztikusan sikerül, akkor ehhez kétszer ennyit kell dolgozni, de nagyon jó élmény. Tehát nagyon jó érzés ez, hogy mindenki jól érzi magát, a célba érkezők mosolyognak, a gyerekek imádták az egész rendezvényt, és igazából én negatív visszajelzéseket nem nagyon kapok. Az 500 egy olyan cél volt, amit félve céloztak meg. Jövőre mi az a cél, amit szeretnének elérni? Az igazság, az 500 nem annyira volt félve megcélozva, de ha 3 héttel ezelőtt beszéltünk volna, akkor azt mondtam volna, örültem volna, ha 300-an eljönnek. Sajnos pont a mai napra esett egy amatőr verseny, az országos Ultra Balaton futás, ahol fél ország ott van, de hát ugye ezt hozzánk képest ők sehol nincsenek. És ezért félő volt, hogy kevesebb lesz a létszám, de olyan szinten látogattak el hozzánk, olyan szintű mennyiségű ember, felnőtt, akár üllőiek, akár máshonnan. Volt egy hölgy, aki Püspökladányból jött vonattal ma, igazából teljesen érthetetlen számomra, hogy ő hogy talált meg minket, és ő nem is autóval, hanem gyalogosan eljött, de nagyon örülünk az ilyeneknek. Tehát én azt mondom, jövőre, ha nem is a duplázás, de még az is előfordulhat. A szeptemberben tartandó Ócsán szervezett futóversennyel közösen, ha mind a két versenyen részt vesznek a versenyzők, akik innen átfutnak Ócsára, vagy ugye Ócsán is beneveznek, akkor ők megint csak egy külön sorsoláson fognak részt venni, aki majd akkor a szeptemberben az ócsai rendezvényen kerülnek átadásra. Stábunk még megvárta az utolsó célba érkező futót is, majd azt láthattuk, hogy az eredményhirdetése mintegy 60 serleg, számtalan ajándéktárgy és érem is gazdára talált.